Műsorunk e heti részében a május 26-ai képviselőtestületi ülés első 30 percét sugározzuk. Első napi rendi pontként az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves beszámolójának elfogadásáról tanácskoztak a képviselők. Cégeket külön-külön tárgyaljuk, külön-külön hozunk határozatot, tehát egymás után haladunk is, úgyhogy tudjuk kezelni. Ugye a jogszabály előírás, hogy május 31-ig a cégeinknek a beszámolót és a mérleget be kell nyújtani a képviselőtestület felé elfogadásra. Ez megtörtént mai nappal, és majd meglátjuk, hogy dönt a képviselőtestület róla. És mi az ügyrendi javaslatot én tettem, kérem, hogy aki elfogadja az ügyrendi javaslatomat, az egy szavazás erősítse meg. Tehát, hogy külön-külön tárgyaljuk ezeket. Külön határozzunk. Kérek egy szavazást. Tizenkettőn elfogadtuk az ügyrendi javaslatot. Köszönöm szépen. Így rátérnénk az első napi rendi ponton belül a vagyonhasznosítás és könyvvezető Kft. Nek a mérleg és éves beszámolójára. Írásos anyagot megkapta mindenki. Megkérdezem az ügyvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni. Jó, köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e tisztázandó kérdés ezzel kapcsolatosan. Vagyonhasznosítóval kapcsolatos anyaga van-e? Dr. Angeli Gabriella. Köszönöm a szót, polgármester úr. Lajd Lászlóhoz, a Vagyonhasznosító Kft. Ügyvezető úrjához lenne két kérdése a Jogi Ügyrendi és EU Kapcsolatok Bizottságának. Az előterjesztést tárgyaltuk, és az egyik kérdésünk az lenne, hogy 2013-ban a Vagyonhasznosító Kft. Még nyereséges volt, 2014-ben már körülbelül 69 milliós hiánnyal zárt, 2015-ben pedig 67 milliós hiánnyal, hogy mikor billent ez át, ez a nyereség a negatívba. A második kérdésünk pedig az lenne, hogy egyszer ön az ígéretet tette, hogy mielőtt fel a augusztus 31-ig feltőkésítésig a vagyonhasznosítási Kft. Nyereséges lehet, hogy van erre esély, hogy nyereséges legyen. Köszönöm. Jó, átadom a szót az ügyvezető úrnak. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtestület! Ismertetném akkor a cég életében előforduló nyereségek és veszteségek sorát. 2012-es évet, akkor 2012-ben alakult a cég, 2012, ha jól emlékszem, március van, ugye? Igen, március 1-jével alakult meg. 2012 évben 1.314.000 forint nyereséggel zárt a cég. 2013-as évben 328.000 forinttal, majd a 2014-es évet 69.161.000 forintos veszteséggel zárta a vagyonhasznosítási Kft. Ugyebár a két összeg, az 2012-es és a 2013-as nyereség miután nem osztalékra került felhasználásra, a nyereség tartalékba került, így kerül a mérlegébe ez az bázis évben az 1.642.000 eredmény tartalék. A cég saját tőkéje egyébként a 67 millió, mínusz 67 millió. Tehát ez saját tőke, nem pedig eredménytartalék, illetve hát az eredménytartalék is ezáltal ugye negatívba csapott át. 2014 volt az az év, amikor az üzemeltetési feladatok fokozatosan kerültek át a vagyonhasznosítási Kft.-hez. Oktatási intézmények és egyéb intézmények üzemeltetése, ezzel együtt ugye a közüzemi díjainak fizetése is átkerült a vagyonhasznosítási Kft.-hez. Valahol nyár folyamán történtek meg az átírások, ezek elég bonyolultan történtek meg, szolgáltatókkal nem egyszerű
az ilyen dolgokat rendezni. És még az is előfordult, mint ahogy kiderült az előző időszak irataiból, hogy ezek a számlák időnként jöttek már a vagyonhoz is, meg még az önkormányzathoz is. Aztán akkor innen, oda, onnan, ide számlázások, tehát nem volt egy egyszerű történet. Meggyőződésem, és ezt majd egyszer kérni is fogom, hogy vizsgáljuk meg, 2014 évben szintén nagyjából ennek az 179 milliós közüzemi díjnak kellett keletkezni, ami emlékszünk rá a tavalyi év végén itt nagy vitát váltott ki a képviselőtestületben, mert az előző évek úgymond tapasztalata alapján, vagy az előző ügyvezetés kalkulációi alapján 114 milliót állapított meg a 2015-re a képviselőtestület közüzemi díjakra, a valóságban pedig ezt levezettük és bebizonyítottuk tavaly decemberben, 179 millió forint volt a tényleges közüzemi díj. Tehát a 65 millió forint azért nem a kigazdálkodható kategória, és ez nem olyan kérdés, hogy fizetem vagy nem fizetem, ezt fizetni kell, mert egyébként kikötnek bennünket, és nem lesz gáz vagy villany vagy vízszolgáltatás. Volt még kérdés? Vagy csak ennyi volt? A nyereséges sététel. Igen, a nyereséges sététel. Valóban a előző évi mínusz 69 millió 161 ezer forint eredményről, azaz ekkora veszteségről sikerült mínusz 2,6 millió forintra letornáznunk a veszteséget. Ez a veszteség valójában nem létező veszteség. Ahogy megnéztük az adatainkat, a Kalocsa Szíve program kapcsán több mint 2,5 millió forint az az összeg, amelyet, mert ugye a Kalocsa Szíve program elkülönített bankszámlán működik. Saját számlánkról kellett befizetni ezt a több mint 2,5 millió forintot már a tavalyi évben olyan tételekre, amelyeket a irányítóhatóság, illetve a közreműködő szervezet nem fogadott be. Ez volt egy ilyen a temetőben a kábel lefektetés, amit elfogadtak először, aztán megtettük, és utána nem fogadták el, tehát ezt ki kellett fizetnünk a kivitelezőnek, illetőleg a tervezés során kimaradt a fogadó, illetve a látogatóközpontnál és a Kálváriánál az egy-egy mozgáskorlátozott parkoló kialakítása, amit viszont szintén nem fogadtak el, mondván, hogy a pályázat készítés időszakában még nem volt benne, de hát ugye a rehabilitációs tervek akkor még valamilyen oknál fogva nem készültek el, viszont kötelezőek. Azon kívül még voltak itt ilyen bérhez kapcsolódó dolgok is, tehát összességében 2,5 millió forint az, amelyet már a Kalocsa Szíve programba a tavalyi évben saját számlánkról át kellett tennünk. Ez nagyjából egy nulla közeli érték, és van még egy közel 15 milliós költségmennyiség, amire ígéretet kaptam polgármester úrtól, hogy megkapja a cég, de nem sikerült, mert nem volt pénz rá, így ezt is saját erőből kellett, hogy elviseljük, vagy kigazdálkodjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt tovább megyünk, megadom a szót Fülvi Géza úrnak, de mindenkit arra kérek, hogy a kérdése, hogy a 2015 évi beszámolóra korlátozódjon. Nem történelmi óra van itt most. Köszönöm a kérdezés lehetőségét, polgármester úr. Tisztelt ügyvezető igazgató úrtól egy rövid kérdésem lenne. Itt az egyéb bevételeknél látjuk az 2015-ös évben, hogy az önkormányzati támogatás, egyébként itt a beszámoló 10. oldalán szerepel, önkormányzati támogatás 292 millió 658 ezer forint volt. A 2015-ös évben az önkormányzattól a vagyonhasznosító Kft. Ennyi támogatást kapott. Azt szeretném kérdezni, hogy most már azért itt benne vagyunk a 16-os évben, vagy a 2016-os évben ez plusz összeggel növelt lesz, vagy esetleg kevesebből tudja a céget így kihozni. Köszönöm. Ha visszaemlékszik rá a tisztelt képviselőtestület, 2015. decemberében elfogadták az üzleti tervünket. Ez 321 vagy 2 millió forintról szólt. Meg is kötöttük erre a támogatási szerződést, ez a szerződés a mai napig nem került módosításra.
de a költségvetési tárgyalások során a pénzügyi osztály javaslatára 10%-ok visszavonásra kerültek, így 32 millió forinttal csökkentették a rendelkezésre álló keretet. Már így is kapjuk a havonkénti lebontott támogatást ennek az összegnek megfelelően, és jelezni szeretném, hogy ez az összeg 8 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi tényszám, tehát a 292-nél 8 millióval kevesebb, így sajnos olyan fontos dolgok el kell, hogy maradjanak, amik én szerintem a üzemeltetési és egyéb dolgokban nélkülözhetetlenek. Erre csak egy megjegyzést teszek, hogy a cég költségvetése még nincs lezárva, illetve ez mozog. Nem véletlenül készült el az átvilágítás. Az átvilágítás során most kerülnek sor az intézkedésekre, és az intézkedések, illetve a korrekciók vonatkozásában reméljük, hogy olyan tényleges költségvetés kerül megállapításra, ami a feladatellátást nem veszélyezteti, és gyakorlatilag a költségvetésben meghatározott dolgokba fér bele, és ennek megfelel majd a támogatási szerződés és módosításra kerül. Addig egyértelműen, hogy finanszírozva a cég, tehát előlegeket kapta meg, mivel nem volt havi bontásra meghatározva, tehát mindenféleképpen cég működését biztosítottuk és fogjuk is. Remélem, hogy a második félben, illetve már hamarosan a testület elé kerül egy-két olyan javaslat, amely a vagyonhasznosító Kft. Vonatkozásában a költségek csökkentéséhez vezethet. És a második félben ennek jelentkeznie kell. Ez csak megjegyzés, tehát ez már a 16-os évre vonatkozik, nem a 15-ösre. De természetes dolog, hogy akkor meghatározott intézkedések miatt ez szóba került, és ezt hajtjuk is végre. Tehát most már látunk valamit, hogy mit, hogyan, hova, merre, mennyire induljunk el a vagyonhasznosítóval kapcsolatosan, feladat és egyéb vonatkozásában. Van-e más tisztázandó kérdés még? Ha nincs, akkor zárom a kérdéssort, és akkor vitára bocsájtom az anyagát a vagyonhasznosítás és könyvvezető Kft.-nek a 2015 évi tevékenységéről szóló beszámoló és mérleg alapján. Megkérdezem, a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt? Pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Dr. Angeli Gabriella. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Jogi Ügyrendi és EU Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm. Másnak van-e más véleménye, javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom a római 1-es határozatot, tehát a vagyonhasznosítás és könyvvezető Kft.-ről, mivel nem történt módosítás a határozati javaslatba, így nem olvasom föl. Ami lényeges dolog, hogy meghatározzuk a... Jó, tehát majd a végén meghatározzuk mind a ügyvezetőnek, hogy a ahol tőkevesztesség van, az megfelelő tervet készítsenek annak a rendezéséről. Illetve annak a... De a legvégén lesz majd, tehát most csak a belső határozatokat, a ténylegeseket a szám szerint határozzuk meg. Aki egyetért a római 1-es határozati javaslattal, azt kérem szépen szavazatával erősítse meg. Nyolc igen, négy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Második, illetve az első napi rendi pontban a második a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kérdezem az ügyvezetőt, kívánja ezt szóban kiegészíteni. Jó, hát nálam, igen, a határozati javasoknál más a menza, de nálam nem az anyagban.
Jó, tehát akkor itt technikai malőr történt. Jó, jegyző úrék megfordították, de semmi gond, akkor megyünk a Menza Kft-hez, utána visszatérünk a pargondozóra, eddig a ügyvezető úr kipihenje magát és gondolkozzon a válaszon. A pargondozó, illetve a Kalocsai Menza Kft. Ügyvezetője kívánja kiegészíteni szóban. Nem kívánja. Jó. Melyik? Jegyzőnek adom meg a szót. Véletlenül 2015 magát 2016 helyett. Tehát belül nincsen semmi gond a számokkal, a szélén van. Máskor kérem összjelezni előre. Jó, van-e tisztázandó kérdés a Menza Kft. 2015 évi tevékenységével kapcsolatosan? Annyi megállapítható számokban, hogy a tendencia jó, aztán, hogy mikor tud majd nullára kifutni, vagy a tőkevesztességeit pótolni, az más, de a tavalyi eredményhez képest kimondottan kecsegtető, illetve a kül, a szállítói tartozása kimondottan lecsökkentek, tehát ez egy megfelelő iránymutat a számunkra. Ezzel még nincs megoldva a Kft. Problémája, de azért pozitív jeleket föl lehet vélni benne. Jó, van-e tisztázandó kérdés? Török Ferenc úr. Köszönöm a szót, polgármester. Én az ügyvezetőtől szeretném megkérdezni, hogy 15 beszámoló végével beszállítóknak van-e tartozásuk most a Kft-nek? Köszönöm. A kérdést, tisztelt képviselő úr, visszafordíthatom, hogy egy dátumhoz kötöm? Mondjuk az utolsó jegyzékem az május 23-ai állapotokat tükröz, illetve azóta az 5,5 millió forinttal csökkent. A lejárt tartozásunk az így ezzel az 5,5 millió forinttal csökkentve 46.372.792 forint, és a befogadott számláink, amelyek még nem jártak le, ez 17.971.000 forint kerekítve. Lehet, hogy mégis kellett volna egy kis kiegészítést mondanom a beszámolóhoz, úgyhogy elnézést kérek, van rá most lehetőségem? Van. Hogy először ebbe kapaszkodnék bele ebbe a témába, hogy összesen az előző évet terhelő tartozások közül, illetve a 14-es évet terhelők közül már csak két olyan szállító cég van, akivel három hónap, tehát a többieknek három hónapon belüli tartozásaink vannak, mind ez évi már. De kettő olyan cég van, amellyel megegyezést havi ütemezéssel törlesztünk. Az egyik az egy kalocsai cég, és már csak 5,5 millióval tartozunk. A másik az egy nem kalocsai illetőségű cég, és oda, miután a héten átutaltuk a havi 1 millió forintot, már csak 8 millióval tartozunk. A többi azok a jelenlegi aktív olyan tartozások, amelyeket megfőzünk, vagy elektromos áramot használunk el. Ez egy nagyságrendekkel sokkal jobb helyzetben van ilyen szempontból a Menza Kft., mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Nagyon sok jó eredményt sikerült elérni, annak ellenére, hogyha megnézik, hogy 76-ra emelkezett a dolgozói létszám a tavalyi 65-höz képest, akkor azt mondják, hogy túl sok embert vettünk föl a menzához, de ez így egy kicsit, mivel részletezés nincs benne, megtévesztő lehet, hiszen ezek részmunkaidős, 4 órás, 6 órás és 8 órás foglalkoztatású emberek. Pár fő van, aki megbízási szerződéssel dolgozik, vagy dolgozott a 2015-ös évben. Ha megnézik a bér és járulék kiadásainkat és az egyéb bérjellegű kifizetéseinket, annak ellenére, hogy pár fővel nőtt az összesen létszám, nem értük el a 2014-es évnek a keretét. Tehát alatta maradtunk.
És ez pont az, amit a tavaly nyáron, amikor itt voltam, és elmondtam, hogy a tálalókonyhákon majd részmunkaidős dolgozók fognak dolgozni, ezt is sikerült megvalósítani. Gyes mellett és Gyes után visszajött szülők a tálalókonyhákon. Az azt jelenti, hogy 2 fő 8 órás teljes munkaidős foglalkoztatóknak a bérét tudtuk azon megtakarítani. Arról nem is beszélve, hogy nem kell nekik végig kerékpározni munkaidő közben a városon, bármilyen időjárási viszonyok között, tehát itt a munkabiztonság és a teljesíthetőség is sokkal jobb a dolgozók részéről. Jelentős költségmegtakarítást értünk el az üzemanyagoknál, 1 millió forintot kevesebbet költöttünk el üzemanyagra. Ugyanakkor nőttek a költségek azon a téren, hogy a dolgozóknak fizetünk bérlet, hozzájárulást a 86%-ot minden egyes vidéki dolgozónak. Saját gépjármű használat csökkent ezen az oldalon, amit most említek, a kiadásunk saját gépjármű használathoz hozzájárulás senki nem kap a cégnél. Négy éve van a Menza Kft. Most már, ha jól számolok, és azt hiszem, meghatódok. Nem baj. Ez is én vagyok, elnézést. Karácsonyi pénzt osztottunk, mert még nem kaptunk soha semmit, semmi dolgozók. Elnézést. Köszönöm. Folytatom. Ja, jó. Az eredmény túlmegy rajtam, csak óriási eredmény. Lehet, hogy megspórolhattuk volna azt a kis pénzt, havi 1000 forintot osztottunk, ki hány hónapja van a cégnél. Ezt adtunk karácsonykor. Nagyon csökken a létszám, az adagszámunk, jelentősen. Bejött a közétkeztetési rendelet, amit én szakmailag vártam, mert legalább hivatkozási alapja van az embernek, hogy hogy dolgozzon, mert fontos, hogy keret szerint dolgozzon, hiszen a szerint ellenőrzik. Olyan szinten lezuhant az általános iskolás létszámunk. Az óvodás létszám nem változott. Most nem akarom azt mondani, hogy kisgyerekek és mások étkeznek, meg hát szeptembertől ingyenessé vált az óvodás étkezés. De ma elértük azt, hogy az általános iskolás korosztályoknál több mint az egyharmada az étkezőknek az kedvezményezett gyerek, ami viszont nem rossz, hiszen szociálisan támogatva vannak, de én csak azt szeretném mondani, hogy ha még az sem volna, akkor gyakorlatilag egy ilyen 50-55%-ot tudnánk produkálni, és ez az elmúlt évben, tehát 2014-ben lényegesen akár 5-6 ezer adaggal is több volt, és előtte való években még magasabb volt. Tehát ezért is gondoltam én, hogy egy kicsit szerkezetet kell átalakítani a dolgozók óraszám alkalmazásánál is, hiszen megvan az a főző személyzet, és utána megvan az a személyzet, aki kiszolgál, és nem feltétlenül olyan sok ember kell, és bizony-bizony most is majd csökkenteni fogunk a nyárra, mert nem hosszabbítunk szerződéseket. Tehát ez az egyik terület. De több ezer adaggal csökkent a szociális otthonok részéről is az igény. Erre én jelenleg nem tudok magyarázatot adni, ha csak az nem, hogy nem sikerült a menza részéről teljesíteni azt az ígéretet, hogy ha fölemeljük az étkezést 10%-kal, akkor az mekkora jelentős minőségi változásokkal jár. Ezt nem sikerült megvalósítani, ezt mostanra sikerült megvalósítani, de ahhoz az kellett, hogy a 2. számú telephelyre, mindenki tudja, hogy melyik telephely, az nem mondom a nevét, mert bocsánat, de a tévét is nézik, és sokat idegesít, hogyha a Dózsa konyhát kimondom, mint minőséget. Oda költözött a főzés, és ezzel együtt a tervezés is onnan indul, az étlaptervezés, az anyagi szabadkészítés és a főzőszemélyzet is az én régi csapatomból jön, és lényeges minőségi változás, és lehet, hogy nem lesz ez itt sok ez a létszám, de az ételhordós kiszállításnál, a szociális otthonoknál február óta 20-25 fővel nőtt az adagszám. Ez kicsi ahhoz képest, hogy 150 adaggal, közel 150 adaggal csökkent 3 év alatt, de akkor is most már nem csak csökkenünk, hanem emelkedünk is. Nagy feladataink vannak a kórházi élelmezésben, ott szintén eddig még nem sikerült teljes mértékig a minőségen változtatni,
és alkalmanként a mennyiségen sem, sajnos ma is kaptam egy telefonon egy fotót, hogy mekkora az adag a személyzeti étkezdébe. Naponta tényleg azon dolgozunk, hogy a mennyiség, a minőség, a változatosság meglegyen. Én nagyon jónak értékelem, lehet, hogy nem értenek vele egyet, de nagyon jónak értékelem a 2015-ös évnek az eredményeit, hiszen túléltük a tavalyi évet az önök segítségével, de bizony kell róla tárgyalnunk, hogy hogyan lehet tovább, mert a mi erőtartalékaink azok végesek a KFT-n belül, és főleg azért, mert rendkívül ilyen elavult technikánk van. A beszámoló kiegészítőbe írtam, hogy a harmadik autó hiánya nélkül, tehát hiánya okozza azt, hogy nem tudunk mindenkit azonos időben ellátni. Szállítunk 6 óvodába, 6 iskolába, a kórházhoz 2-szer megyünk ki, a szociális otthonokba. Egyszerre mindenki ugyanabban az időpontban szeretne étkezni, ezt 2 autóval nem lehet megoldani, a 3 egy kisebb, fürgébb mozgása autóval, a kisebb egységeket tudnánk ellátni, és így 1 óra alatt tudnánk teríteni a várost. És egy kicsit előre vetíteném azt a negatívumot is még a menzával kapcsolatban, ami a Malom utcai szociális otthon, akik ugye tavaly még 60 fővel jelentős tételt jelentettek nekünk teljes ellátást. Az ő életükben egy óriási fejlődésen mentek át, hiszen szép panzióházakba költöztek be, és ez tényleg egy minőségi változás, viszont önellátókká váltak, és mi jelenleg megpályáztuk ennek ellenére, hogy nem havi 1,5 milliós forgalmat tudunk nálunk realizálni, hanem csak 450 ezret már, ugyanis csak a Mócsi utcába 24 főre szállítunk ellátást, és csak ebédet, hiszen ez a konstrukció azt irányozza elő, hogy a reggelit és az ebédet is önállátóan kell a nővérkéknek megoldani. Úgyhogy ez is egy jelentős forgalomcsökkenést fog jelenteni a menzának erre az évre. Ez nem volt kiszámítható, hiszen ez decemberben, karácsony előtt egy nappal írták ki a pályázatot, de akkor úgy volt, hogy még mind a 4 helyszínre nekünk kell szállítani, és utána jött ez a változás. Kérdezzenek, hogyha... Szóval köszönjük szépen. Köszönöm. Van-e még kiegészítő kérdés? Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Ugye, hogy azért csak előjöttek problémák, ami hozta, hogy meg kell egy kicsit bővebben is magyarázni az anyagot. Képviselőtestület részéről van-e kérdés? Bizonyos vizsgálatokat elkezdtünk egyébként a Menza Kft-nél is, majd ha aktuális lesz, akkor megfelelő módon képviselőtestület elé fogjuk vinni, hogy milyen megoldást kell találnunk a menzának, hiszen még a teljes megoldást nem találtuk meg. Minden esetre az annyit még egyszer mondom, hogy az irány jó. Az adag és egyéb, mert nem tudjuk még, hogy a kormányzat hogy dönt a közétkeztetésbe, illetve hát, ha az bekövetkezik, amit jeleztek, akkor valószínű, hogy a menzának a struktúrája tovább fog csökkenni, mert közel sem biztos, hogy akkor a Menza Kft. Fogja ellátni ezt a feladatot. Szerint tapasztalataim szerint biztos nem. Tehát mindenféleképpen foglalkoznunk kell majd a Menza Kft. Dolgaival. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor kérdés sort zárom. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, amikor az első napirendi pont vita részét láthatják.